Na, van itt Rudika. Tudtok mindent, fele galop, fele überke, és extra-extra hosszan. Rudika, Gizi, vagy a Gizi, Vilike és a kancalány, vagy nem kancalány, hát a Noémi, a kancalány, Guzi. Így vannak, mindjárt jön a sárgánk. Hogy hívják? Jaj, nem tudok betenni ebből a cipőbe. Ez micsoda? Még a anyagi csődbe is vertem magam. Hát ugye kölcsön kellett fölvennem, de hát, hát gyerekek, ilyen a lábamon. Hát soha még egy méretre való cipőre ide nem jöttem még. Egyedül a lovagló gumi cipőm, vagy csizmám, vagy mi az boka, azt nem tudja mi ez. Emelt, az volt jó a lábamra. Na, jön mindjárt Pavel csődör. Princike, de előtte szerintem jön Norbi, nagyon pörög most egy pár napja. Tudta, hogy le akarok neki durrantani egy marha nagyot. Jön a sárgával, a pötikével. Úgyhogy így haladunk, mindjárt jön Marcik a dokinkkal. Pali csak nem jött a Hongkonggal. És valaki mindig kilóg most. A többiek meg tudják csinálni a négyet. Pali kitalált, hogy még nem tud nyergelni, mert nincs kész a négyel. Ez mindig variál. Múltkor beküldöm, Egon csődöt longyozza, bemegyek, még nincs lelongyozva. Mert valahol persze el kellett menni. Szóval undormány egy-két ember, és egy-két ember útfő tudja baszni az agyamat, hogy legszívesen használom, menjen jó ügyes anyádba innen kifele. De hát sajnos nem tudom megtenni. Pedig benne lennék néha. Na, de nem is húzom föl magam, mert azért úgy, ahogy pörgünk. Ám bár fölhív a fölhív a Nomcsi is, 3-7-kor, na itt vagyok, oké, gyere Guzival. Na most ahhoz képest 7:30-ra ért ki, mert nem tudom kit várt, mit várt. Jöjjön ki, de elmondtam ezerszer, senki ne várjon semmit, senkit. Jöjjön, itt a kis tavacskánk. Be van fagyva. Megvagy! Gyere ki inkább egyesével, szarok rá, úgyhogy persze természetesen megy alul egyedül. Hát gyere ki, mert várunk, azt én tapasztalatból tudom. A lányaim is. Jaj, várjuk meg, mert mindjárt itt a Klaudia. Mondom, kicsim, ne várj, de várjuk meg. Mondom, azért fölhívom a Klaudia. Hát Kőbányán vagy... Fúj, te! És ilyen ezerszer előfordulsz. Kőbányán volt még, és kitalálják, hogy mindjárt itt van, várjuk meg. Kőbánya, 1 óra. Minimum. Minimum. Nem a Klaudiát bántam ebben senki. Nem várunk, megyünk. Megyünk, mert a várásból a tapasztalataim csak rosszak. Hogy erre várok, arra várok, semmi nincsen. Meg akkor gondolkodnak, ugye, hogy na most akkor ez lesz, na most akkor az lesz, az rég meg lehetett volna csinálni. A bagi jut eszembe mindig róla. Ne gondolkodjanak, húzza! Az meg 15 perc, mert benn volt az a 100 méteres műanyag kábel, amiben az áramot vezették, vagy nem tudom. Na, 15 perc alatt benn volt. Ezek kitaláltak, hogy gondolkodnak, hogy hát így, és tudod, amikor a svájci sapkát is így vakarod a fejed, a sötétség gondolkodik. Na, az a legrosszabb, amikor a sötétség gondolkodik. Az nagyon rossz. Egész a kis homokig menjetek! Figyelj, most a Rudika az bekapcsolt szerintem. Menne. Igen, kopognak hátulról.